Jó, várjunk. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb havi összegzés lesz, ugyanis vége van már a márciusnak is. És ez az év körülbelül egyre rosszabb lesz, de nem baj. Olvasás tekintetében most kicsit jobb volt a hónapom, mint a február, úgyhogy ezt vegyük pozitívumnak. Most 3 könyvet sikerült kivégeznem. Igen, úgyhogy ez már teljesítmény nálam most. Továbbra sincs egyébként kedvem olvasni, úgyhogy nem hinném, hogy a következő hónapokban annyira nagyon meg fog ugrani az olvasási számom. Már elgondolkodtam, hogy Goodreads-en is a kihívásos résznél át kell állítanom kevesebbre a könyvszámot, mert jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nem nagyon fogom tudni teljesíteni. Azért még reménykedek. De akkor nézzük, hogy mi volt az a 3 könyv, amit sikeresen befejeztem márciusban. Először azt mutatom, amit igazából utoljára fejeztem be, mert erről nem fogok sokat beszélni, mivel ez egy újraolvasás, és van egy millió videó a csatornán, amiben beszélek egyébként magáról a sorozatról. Nem tudom még mikor, tavaly valamikor elkezdtem újraolvasni az Így neveld a sárkányodat sorozatot, és most a 7. részével folytattam. Igazából azért nem szeretek ilyenkor ezekről beszélni, mert ez egyrészt újraolvasás, másrészt a sorozat közepén van, szóval tele vagyok Így neveld a sárkányodatos videókkal, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg azokat, hogyha jobban érdekel. Ez a 7. rész. Igazából az Így neveld a sárkányodat sorozatnak van egy olyan jellegzetessége, hogy mivel 12 rész, azért ugye azért hosszú. Még úgy is, hogy könnyen, gyorsan lehet haladni a könyvekkel, mert elég nagy betűkkel van írva. Így az 5. rész körül, az 5-6. rész az, ami így a mélypontja a sorozatnak, tehát akkor van egy ilyen kicsit unalmassá válik a dolog része, de utána jön a 7. rész, és utána a 8-tól kezdve meg fölpörögnek az események. Szóval azt az 5.-6. részt kell mindig így átvészelni, hogy ott mindig belassulok. Legalábbis én ott mindig belassulok, és ott van egy ilyen nagyobb szünet, aztán meg gyorsan a maradék 4 rész a végén. Tehát majdnem meg is könnyeztem ezt a részt, mert mindig vannak ilyen szentimentális összefoglalások a végén, mindegy, szóval mindig van ilyen megkönnyeztető rész benne, úgyhogy én továbbra is imádom az Így neveld a sárkányodat könyveket, a filmeket, mindent vele kapcsolatban, úgyhogy ez így kellett a kis lelkemnek március végén, meg be is akartam fejezni még egy könyvet, mert egyébként elkezdtem olvasni a Kincses szigetet, de annak nagyon nehéz a nyelvezete angolul, és nehezen tudom követni a sztorit, úgyhogy azzal nem nagyon haladtam, úgyhogy inkább felvettem, hogy Így neveld a sárkányodat kötetet, és ez jó döntés volt. Mert ez egy kicsit így lökött előre olvasás terén. Igen, szóval ez volt az utolsó, amit befejeztem a hónapban, meg ez egy viszonylag rövid könyv is. Majd 300 oldal, de lóbetűkkel van írva. A második könyv, amit most mutatni fogok, igazából az első, amit befejeztem a hónapban, de a 3/4-ét februárban olvastam ki, és nagyon-nagyon sokáig tartott, és ezt körülbelül januárban kaptam, és recenziós könyv, és én nagyon így érkeztem, de ugye februárban volt egy mély zuhanásom, ami igazából még most is tart, tehát ez az egész nap itthon ülök, és nem tudok mit csinálni, és a gép fölött környedek az iskola miatt, és utána nem nagyon van kedvem olvasni helyzet, mert ahhoz is ülni kell a könyv fölött, és nem tudom, ez a kettő most valahogy üti nálam egymást, szóval annyira most sincs még mindig kedvem olvasni, de még mindig többet olvasok, mint februárban. Na, ez a könyv pedig Ákodi Zsuzsától a Lélekrablók című kötet, ez az Atlantic Pressnek a női regény pályázatának a nyertes könyve, és ezt az írónő küldte el nekem, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. Szóval nem azért tartott majd másfél hónapig kiolvasnom ezt a könyvet, mert rossz volna. Ez egyáltalán nem a helyzet. A helyzet az, hogy nagyon rossz időszakban olvastam. Bocsánat, pakolom a lábaimat. Szóval nagyon rossz időszakban olvastam ezt a könyvet, és nem is egy olyan fajta könyv, ami így... Vannak azok a könyvek, amiket bármikor tudsz olvasni, mert ilyen kis könnyedek, és tudsz velük haladni, és vannak az olyan könyvek, amik nem ezek, hanem ilyen kicsit lehúznak az életről típusúak. Na ez is egy kicsit olyan volt, főleg egy olyan állapotban, amilyenben én februárban voltam, meg még valamennyire most is vagyok, mindegy, nem ez a lényeg, tehát hogy nem tudtam vele haladni. Mindig felvettem, olvastam, egy kicsit letettem. A könyv alap... Ja. Két szereplőt, hármat követünk végig nagyjából, de a két szereplőnk igazából, akik számítanak, az
bocsánat, neveket mindig, tehát annyi könyvet olvasok, és azokban annyi név van, hogy mindig puskáznom kell a neveket. Szóval van Kunigunda és Gyurka, ők a két főszereplőnk. Az ő életüket nézzük végig. Nehéz erről a könyvről beszélni kicsit. És próbálok nem nagyon spoilerezni, azért nézem a hátulját, hogy mi az, ami benne van. De az a lényeg igazából, hogy Gyurka egy ponton eldönti, hogy ő pap lesz, mert kiderülnek dolgok a múltjáról, ami kicsit megrendíti a világnézetét. Kunigunda pedig így nem is tudom, egyszerre a fő gonosz meg a főhősnő a történetben. És én inkább Kunigundáról akarok beszélni ebben a videóban, mert ahogy így olvastam néhány értékelést a könyvhöz molyon, így volt egy-két olyan, amiben így Kunigundát nagyon szittek. Na most Kunigundáról itt egyébként le is van írva a hátulján, szóval nem spoilerezek, meg nagyon az elején kiderül, ezzel kezdődik. Az a lényeg, hogy Kunigundát 9 évesen megerőszakolják, szóval utána meg az agya amnéziával védekezik az egész sok hatás ellen, és úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon vidám, élettel teli 9 éves kislányról beszélünk, aki onnantól teljesen megváltozik. Egy rideg, egy undoknő személy lesz, nem tudom ezt máshogy mondani, mindenkit eltaszít magától, teljesen közönyös mindenki iránt, szóval ilyen nem egy túl kellemes társaság lesz onnantól. És én ezt láttam, azt hiszem, én úgy emlékszem valami értékelésben, valami olyasmit olvastam, hogy ott Kunigundát nagyon szitta, és így elgondolkodtam így, ahogy olvastam a könyvet, mondom, persze, hogy ilyen lett, 9 éves korában megerőszakolták. Innentől szerintem teljesen indokolt, hogy egy rideg nőszemély lett. Nem fogom kimondani, amit akartam. Szóval, hogy én ezt teljesen indokoltnak éreztem. Szóval így a könyv végére Kunigundával elég jól így el tudtam fogadni, hogy ő miért olyan, amilyen, és megvannak a forduló pontjai is a könyvnek, megvan... Nem akarok nagyon spoilerezni, Lula. Igazából a lényeg az, amit itt mondani akarok, mert én ugye nagyon sokáig olvastam, és kicsit szenvedtem bele a körülmények miatt, amik között olvastam. De utána elolvasta anyukám, körülbelül egy nap alatt, vagy egy este alatt, néztem is, hogy ez rekordsebesség már. És ki akarom emelni azt, hogy ez a könyv nem, szerintem legalábbis nem az én korosztályomnak, per nem nekem való volt. Szóval az, hogy nehézkesen haladtam vele, az teljes mértékben ennek is betudható, hogy Gyurka is és Kunigunda is egy kis faluból jönnek, tehát hogy lényegében az egész alaphelyzet, meg az egésznek az alapszituációja, a hely, a korszak, a gondolkodásmód, minden egy teljesen más nézet, teljesen más az egész, mint ami én vagyok, így 19 és fél éves fejjel, meg az én körülményeim, meg azok a körülmények. Szóval ebből a szempontból azt tudom mondani, hogy van olyan, amikor azt tudod mondani, hogy igen, ez egy jó könyv, de nem neked való. Ez létező dolog, és ilyet szoktam mondani többször is, mert van ilyen. Én eredetileg meg azt mondom, hogy sőt, az elején még így gondolkodtam, hogy mondom, hát nem tudom, mi lesz itt, meg úgy megvoltam a kétségeim elolvasva azért a főszöveget, tehát hogy én akkor tudtam, hogy ez nem az én tipikus műfajom, nem az én tipikus történetem, nem az én tipikus könyvem lesz. De azért elolvastam, és végül 4, azt hiszem, biztos, hogy Goodreads-en 4, szerintem majon is 4 kerek csillagot adtam rá, mert a végére azt mondtam, hogy igen, ez tényleg egy jó könyv, de megvoltak azért így a magam küszködései vele, mert nagyon más világ a könyv, mint én. Ha ez így érthető, remélem. Szóval köszönöm még egyszer, hogy elolvashattam ezt a könyvet. Jó, érdekes élmény volt egyébként. Tehát tényleg látni azt, hogy mert igazából arról is szól ez a könyv, hogy bizonyos dolgoknak milyen következményei vannak, és ebben nagyon sok következmény van. Nagyon sok. Szóval óvatosan a döntésekkel, mert sok következménye van nekik. A második, de most utolsó könyv, amit mutatni fogok, pedig egy olyan könyv, ami körülbelül a jelen pillanatban birtokomban lévő könyvek közül legrégebb óta van várólistán.
az, mi a neved? Jennifer A. Nielsen-től a The False Prince, hamis herceg, amit Erikától kaptam a Books of Insta YouTube csatornáról a karácsonyi, Mikulás húzásra, igen. Azért vettem egyébként ezt a könyvet a kezembe, mert mivel nagyon sokat küszködtem februárba, gondoltam, februárban nagyon sokat küszködtem, gondoltam, egy ilyen vöröspöttyös kaliberű könyv, ezek általában az ilyen young adult fantasy gyorsan olvashatóak, amiben nem tévedtem, mert tényleg nagyon gyorsan lehetett vele haladni, úgyhogy ebből a szempontból is jó volt, és ezt ahhoz képest gyorsan olvastam ki. Tehát egy ilyen pár nap volt, 3-4 nap, 5, max. Egy hét, ami jelen pillanatban nálam nagyon jó teljesítmény. Igazából tömören a sztori az az, hogy polgárháború szélén áll az ország, és a király egyik tanácsos embere, nemes valami ilyesmije, a fejébe veszi, hogy akkor ő megmenti az országot azzal, hogy a király egyik régen eltűnt fiát visszahozza. Csak hogy a fiú halott, úgyhogy összeszed néhány árvát, és őket megpróbálja kiképezni, hogy eladhatóak legyenek, mint a rég elveszett herceg. És négy árvát szed össze Connor, emberünk, és őket a házába viszi, és akkor ott tanítja őket, meg kiképzi, és a főszereplőnk Sage, hát ő egy elég olyan jellem, akit nem nagyon tudsz arra rávenni, hogy tanítsd meg, hogy bábul legyen belőle, és ebből nagyon sok konfliktus is van. És hát ugye ott közben derülnek ki dolgok, meg hogy azért érződik, hogy itt valami nem stimmel, meg ilyen dolgok vannak benne, és én nem fogom elszpoilerezni, de hogy így körülbelül 100 oldal után én úgy sejtettem, hogy mi lesz a végső nagy csavar a sztoriban, hogy mi fog kiderülni, és így 100 oldal utáni végig azt mondtam, hogy ez biztos így van, ez tutira lefogadom, ez annyira tutira így van, hogy ez nem lehet másként, ha ez másként van, akkor az nem, de az nem lehet. És utána eljött ez a 260 oldal körül, és így tényleg az lett, amit mondtam, és így én tudtam, hogy ez lesz. Tehát, hogy mikor tényleg kiderült, hogy igazam van, tényleg föl is kiáltottam, hogy igazam van, de így tényleg ezt a anyáit tudják is tanúsítani, mert így néztek is, hogy mit kiabáltál, és így mondom, semmi nem lényeg. Szóval igen, és egyébként ez egy trilógia, aminek kinn is van a maradék két része is. Úgyhogy előfordulhat, hogy beszerző körútra indulok az internet bugyraiba, és szerzek könyveket. Habár nagyon sok könyvem van, úgyhogy nem mostanában fogok könyvet venni, mert a lelki ismeretem az diktálja, hogy először a jelenleg olvasatlan könyveimet olvassam el. Nem mintha egyébként lenne hely a polcomon, ahova új könyveket tudok pakolni, mert már a legalsó polcon, ami most nem látszódik, egymás hegyén hátán vannak stócolva, tehát hogy tele van így a polc, mint mögöttem is a többi, és akkor így a tetejükre teszem így amennyire lehet, de már oda se fér, szóval vagy szanálni kell, vagy új könyves polcot szerezni, vagy nem tudom, valamit kéne, mert ez így nem lesz jó. Én ezt a három könyvet fejeztem be márciusban. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban. Igen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!